egységes trekket. Azt hiszem, hogy ezt a darabot sem kell bemutatni, bár azt gondolom, most már ezek után mindenkinek egyértelmű, hogy ez egy híz darab lesz. Ebből nagyon sok feldolgozást készült már a jazz muzsikába. Közelmúltban éppen Duke Ellington Big Bandjének 933-as felvételét kapartuk elő sokadszor, hogy élvezkedjünk benne, hogy az Ellington, ugye, aki tudjuk, hogy a jazz muzsika egyik legnagyobb lopós embere, hogy alakította át az eredeti, pontosabban alakítatta át az eredeti ízdarabot, hiszen nem ő dolgozta föl, és az egyes tekkel. Ami egészen különleges, más,
mint amit eddig hallottunk, és más, amit sajnos jelen pillanatban nem tudok még bemutatni, de reményeim szerint hamarosan lesz egy CD. Létezett egy első pillanatban meglehetősen őrültnek tűnő ötletünk, hogy egy klasszikus magyar trió, egy zongorás trió, hogy tudna előadni ezeket a darabokat. Most hát mit tesz az Isten? Találtunk egy megfelelő zongoristát, aki még ráadásul ragyogva a hangszerrel is. Szabó Ferenc Jánosról van szó, kedves mamai csücsű. Azért mondom el, nem mondtam a magyarista, nem vagy itt. És megcsinálták hegedűre, csellóra és zongorára a legtöbb magyar ragtime. Most az egész világon óriási sikert aratunk velük. Tavasszal együtt ültünk a Zeneakadémia egyik nyugdíjas tanárával, az egyik ilyen bemutatón a Bartók emlékházban. És utána odaüt hozzám a kedves kollega, hogy te azt mondja, ez oké, de ez úgy szól, mint a Haydn ragtime-ban játszanak. Hát mondom, pont ez a lényege. Fogjátok már fölvére, drága zeneiskolai és zeneakadémiai tanárok, az osztrák-magyar monarchia ragtime, az nem Joplin ragtime, hanem sokkal inkább Haydn és sok minden egyik.